Köszönöm szépen. A második Timóteus levél harmadik részéből, második végéről és harmadik részéből szeretnék mai a nyitó igét felolvasni, és ez az ige lesz a mottója a táborunknak is, ugyanis a táborunkban szeretnénk azokról a dolgokról beszélni, amelyek a végidőkkel kapcsolatosak, vagyis hogy milyen szellemi és lelki fegyverzetre lesz szüksége az egyháznak az idők végén. És ezt nem ok nélkül választottuk ezt a témát, mert azt látni, hogy az egyház nagyon küzd, sok tekintetben alszik, sok tekintetben igen rossz eszközökkel akar harcolni a céljaiért, a dolgaiért, és azt is lehet látni, hogy a nehéz idők pedig jönnek, amelyek nem feltétlenül azért lesznek nehezek, mert anyagilag vagy politikailag nehezek lesznek, hanem azért, mert látni, hogy a világban egy nagy forrongás van. Ha kinyitjátok a televíziót, és nem a hülye műsorokat nézitek, meg nem az ilyen szalon híradásokat, hanem egy kicsit körbenéztek a világba, akkor láthatjátok azt, hogy az egész világ forrongásban és változásban van, különösen az egykori római birodalomnak a bizánci ága, az észak-afrikai országokban sorra söpörtek végig a forradalmak, Szíriában most is egy igen kegyetlen és gonosz polgárháború zajlik, Irakban éppen egymásnak készülnek esni a síiták és a szuniták, a kurdok saját államot szeretnének, és így tovább, most nem akarom a világpolitikába elveszni, de ezek mind azt mutatják, hogy ezen a területen nagyon nagy változás lesz. Márpedig a proféták azt mondták, hogy a római birodalomból fog egyenes ágon kinőni az utolsó időknek a birodalma, az utolsó időknek a nagy antikrisztusi világa, és ahogy leírja ugye az agyaglábakon álló óriásról Dániel próféta, a vas lábak Rómát szimbolizálják, és ennek a lábnak a lábfejei lesznek majd az antikrisztus birodalma, a vas és a cserépnek az elegye, és ezek ilyen folytonosságot alkotnak. És Róma valóban két lábú volt, az egyik lába volt Róma, a nyugat-római birodalom, a másik lába volt Bizánc, a kelet-római birodalom, és a nyugat-római birodalom az Egyesült Európánkkal már nagyjából összeállt, egy konglomerátum már, bár most éppen ugye zizeg-rezeg, benne minden, és azt látjuk, hogy most a bizánci láb kezd összeállni, és ezek a folyamatok ezt célozzák. A mi dolgunk mindazáltal nem az, hogy ezekre figyeljünk, de az egyháznak mégiscsak van dolga, és ez az ige erről szól, és szeretném az első számú fő bűnt ma előttetek leleplezni, amit hívők elkövethetnek. A Timóteushoz írt, Pálnak a Timóteushoz írt második levelének a második része 22. verséből, tehát 2 Timóteus 2.22, olvasom az igét. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Tehát, nézzük meg, mire kell törekedni. Először is mit kell kerülni? Ifjúkori kívánságokat. Mi a baj az ifjúkori kívánságokkal? Mi a baj az ifjúkorral? Juventus, Ventus, mondták a rómaiak, fiatalság, bolondság. Tehát mi a baj a fiatalkori dolgokkal? A rövidlátás. Igaz? A bölcs embernek szemei vannak a fején, mondja Salamon, ami mit jelent? Hogy látja a tetteinek a következményét. Egy ember, aki megette a kenyerének már egy részét, rendelkezik élettapasztalattal, és tudja, hogy mindennek következménye van. Igaz? 19 évesen simán leugráltunk a szikláról, és szüleink meg ott visítoztak, hogy jaj, mit csinálsz? Mi azt gondoltuk, hogy nagy ügy, leülünk és kész. De a szülünk tudta, hogy csak egyetlen rossz mozdulat, és az egész életünket tönkretesszük. 40 évesen már az ember megfontoltabban ugrált le a szikláról, 60 évesen meg már egyáltalán nem többnyire. És oké, minden kornak megvan a maga szépsége, de nem erről van szó, hogy az ifjúság hamvas szépségétől akar minket eltiltani Isten, hanem miről van szó? Az, hogy a bolondság áldozatai legyünk. A rövidlátás, a szűklátókörűség áldozatai legyünk. Hogy úgy bánjunk a testünkkel, hogy az az egész életünket utána meghatározza. Hogy úgy bánjunk a dolgainkkal, a kapcsolatainkkal, a javainkkal, az életünkkel, hogy utána egy olyan kényszerpályán mozogjon majd az életünk, amit nem tudunk, amiről nagyon nehéz, vagy nagyon nagy erőfeszítés
erőfeszítések árán tudunk csak lejönni. Most mellé mész az iskolának, nem tanulsz rendesen a képességeidhez képest, és utána, amikor meg kell állnod az élet dolgaiba, a munkát keresel, akkor azt fogod tapasztalni, hogy vagy nincs munka a számodra, vagy csak olyan meló van, amivel ilyen keveset lehet keresni. És akkor utána kell majd beülni az iskolapadba, és pótolni mindazt, amit megtanulhattál volna akkor, amikor annak az ideje volt, és semmi másra nem volt gondod, csak erre. Van, aki így járt? Ne tedd fel a kezed. De aki fiatal vagy, az gondold végig, hogy így van-e. És ezért a tanulás az nem egy olyan dolog, ami a tanulás fáradtságára van a testnek. Pláne a sok tanulás. Nem kell bele se halni a tanulásba. De azt, ami a te dolgod, a maga idejébe kell megtenni, mert mindennek rendelt ideje van. Rendelt ideje van a vetésnek, és rendelt ideje van az aratásnak. Igaz? Mikor látod, hogy a többiek aratnak, és te nem aratsz, akkor hiába kapkodsz már, hogy akkor megyek gyorsan vetek, mert meg kell várnod, amíg megint eljön a vetésnek az ideje. És akkor tudsz elvetni, hogy majd a következő aratáskor aratni tudjál. Érted? És a balga szüzek is így jártak, hogy nem gondolták, hogy éjszaka jön vissza az Úr, hát azt gondolták, hát az nem fordulhat elő. Mert nekik a gyülekezetben azt tanították, hogy mi majd elragadtatunk, és kényelmesen fogunk élni itt a Földön, és még kényelmesebben a mennyben. És mi van, ha nem? Mi van, ha át kell menni nehézségeken, szenvedéseken? Na tehát az ifjúkori kívánságok azok a fajta kívánságok, ami rövid távú örömökért akarja, hogy feláldozd a hosszú távú hasznos és előnyös dolgokat. Mert örömtelibb a plázába flangálni, mint matekot tanulni. Hányan értetek ezzel egyet? Ne tedd fel a kezed. Oké. Okay. Rendben van, de mondom, amikor oda mész és munkát keresel, és megkérdezik, hogy milyen végzettséged van, mihez értesz, stb., akkor viszont azt fogják mondani, hogy hát figyelj, ide van egy kis idénymunka, Szabolcsba szedhet szőlőt, meg nem tudom én micsodát, amíg van meló, ennyi. Meg esetleg dob neked az állam egy kis közmunkát. Néhány hónapra. Tehát ezt kerüld. Mit az, amit csinálni kell? Törekedj viszont szeretetre, békességre, hitre, igazságra. Törekedj arra, hogy megigazuljál, törekedj arra, hogy ismerd az igazságot, törekedj a szeretetre, törekedj a békességre. És Attila ugye két hete erről beszélt, a lájkvadászat kapcsán, hogy még ezt a legegyszerűbb dolgot, a szeretetet sem tudjuk megcsinálni, mert sokszor a szeretetünk is olyan mérhetetlenül önző, hogy nagyon. Csak azért tesszük a szeretet cselekedeteit, hogy emberektől szeretetet, elismerést kolduljunk. És még ezt is meg kell tanulnunk, hogy hogyan szeressünk, még szeretni sem tudunk, mert az is megromlott a bűn miatt az emberi életben és az emberi természetben. Az Ervin meg magasra tette a mércét, ugye egy hete, amikor azt mondta, hogy a legnagyobb szeretet, vagy a szeretetnek a kiteljesedése a szolgálatban van. Amikor abban találom meg az örömömet, hogy másoknak szolgálok. Amikor nem én vagyok fontos, meg az én szükségeim a fontosak, hanem más öröme és más szüksége a fontos a számomra. És ez már a másik széle a szeretetnek, amivel nem könnyű eljutni. És ez is azért nem könnyű, mert az ifjúkori kívánságok, a világ, amit súlykol beléd, az, hogy akkor vagy nagy ember, ha sok szolgád van. Isten pedig azt mondja, hogy akkor vagy nagy ember, ha sokaknak szolgálsz. Ezt elmondom még egyszer, olyan szépre sikerült. A világ azt súlykolja beléd, hogy attól leszel nagy ember, ha sokakat leigázol, és sok ember szolgál neked. Isten pedig azt mondja, hogy akkor leszel nagy, hogyha te szolgálsz sokaknak. Amen. Minél több ember számára vagy hasznos, annál nagyobb vagy az Isten országában. Csodálatos. De teljesen más, mint amit ez a világ tanít nekünk. Utána pedig így folytatja. Ugye a tiszta szív is nagyon fontos. Nem a tiszta szívás, hanem a tiszta szív. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. Tehát az ostoba, éretlen vitatkozásokat kerüljük el. Van az egyházban ostoba, éretlen vitatkozás? Na és a te életedben vitatkozol valakivel ostobán, éretlenül? Hagyd abba! De az Úr szolgája, ne viszálykodjék, ez most nekem szólt,
meg az Ervinnek, meg a Ferinek, meg mindenki másnak, hanem legyen barátságos mindenkihez. Tanításra alkalmas és türelmes. Aki most, figyelj Feri, szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Hát, ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve, megismerik az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Én a Ferinek személyesen nagyon hálás vagyok. Ő is tápolt engem, amikor én voltam még az éretlen, meg a kiskorú, meg az ifjúkori kívánságokkal teljes, és el tudom róla mondani, hogy nagy szeretettel, nagy szelídséggel tette mindezt. És nem volnék az az úrban, mert nem jövök ki jól belőle, de ez azért az igazsághoz hozzátartozik. De ez igazsághoz hozzátartozik, hogy nem volnék az az úrban, aki vagyok az ő munkája és az ő szolgálata nélkül. Na, ez is azért az igazság másik oldala. Oké. És itt az igénk, amivel táborba szállunk, az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. És ezek az idők, tudjátok, nem azért lesznek nehezek, mert gazdasági válság lesz, meg politikai válság lesz, meg földrengések lesznek, nem ettől lesznek igazán nehezek. Hanem mitől lesznek igazán nehezek? Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárgók lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, vagy tiszteletlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Csúnya egy lista. Randalista. De tudjátok, Jézus korában ilyenek voltak az emberek? Ilyenek voltak. Képzeld el, a Római Birodalomban ilyenek voltak az emberek? Ilyen. Hát akkor most mi az újdonság ebben? A 20. században ilyenek voltak az emberek? Igen. Ilyenek voltak. Mindig is ilyenek voltak. Akkor mi ebben az újdonság? Az újdonság a következő versben van. Az ilyenek megőrzik ugyan a kegyesség, az Isten félelem látszatát, de annak az erejét megtagadják. Mi a tanács? Ne csak az ifjúkori kívánságoktól, hanem ezektől fordulj el. Kerüld ki ezeket. Húha. Tehát mi lesz az újdonság az idők végén? Az, hogy ez a rettenetes, borzalmas, erkölcsi állapot nem a világot jellemzi, mert a világot ez mindig is jellemezte. Szodoma Gomorra óta ez jellemzi a világot. Hanem mi lesz az igazi nehézség? Hogy az egyházban lesz ez jelen. Hogy az egyház lesz tele képmutatókkal. Hogy az egyházban fognak ott ülni a jó farizeusok, akik ott ülnek, és nem mindenfélét csinálnak, amit az egyház rájuk kényszerít, és akiknek a szívük tele lesz álnoksággal. Akiknek csak a látszat fontos. De az Isten félelemnek az igazi erejét megtagadják. Na mi az igazi ereje az Isten félelemnek? Az igazi ereje az Isten félelemnek a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből fakadó szeretet. Így fejti meg ezt szintén a Timóteus levél első részében Pál apostol. A kegyességnek az ereje az őszinte hit Istenben. És az a hit, amely valóban és őszintén vágyakozik Isten után, tehát a személyes közösségnek a valósága, hogy te valóban kapcsolatban vagy Istennel. És ez volt ugye mindig is a törvény és a kegyelem között is, mikor beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy a törvény rossz. Mert a Biblia azt mondja, nem, a törvény az rendben van, az jó. És amikor ha úgy érted a kegyelem tanítást, hogy a törvény, azt felejtsük el, meg még olvasni se jó, mert akkor nem erről van szó, hanem miről van szó? Arról, hogy a törvény mit követelt meg az emberektől? Csak a külső látszatot. És nem tudjuk a külső látszatba belefoglalni a jó keresztényt, mert a jó keresztény hol kezdődik? Ott belül. Belül kezdődik. Na és erről neveztem el a mai üzenetemet. Hogy hol kezdődik a változás. Hol van a változásnak az igazi helye. Hányan érzitek úgy, hogy szükségetek van az életetekben változásra? Ne tedd fel a kezed. Én mind a kettőt felteszem. Azt tegye fel a kezét, aki úgy érzi, hogy nincs szüksége változásra. Na, ha feltetted a kezed, legalább gondolatban, akkor elmondom neked, hogy mire van szükséged. Megtérésre. Meg kell térned. Fel vagy fuvalkodva, gőgös vagy. Ha most ilyen
apostolikus profétikus lennék, akkor most ide állnék, mert ezt is lehet, ez is a látszatot fenn lehet tartani mindenben. Ebben is, és akkor azt mondanám, azt mutatja nekem az Úr, hogy itt sokaknak változásra van szükségük. De a helyzet az, hogy nem kell, hogy az Úr mutassa, mert tudom. És onnan tudom, hogy ma reggel felkeltem, belenéztem a tükörbe, és ott láttam valakit, akinek változásra van szüksége. A probléma, tudjátok mi? Hogy azt látom az életetekben, hogy a rossz helyre teszitek a dolognak a lényegét. A körülmények változását várjátok. Hogy változzon meg az anyagi helyzetetek, változzanak meg a kapcsolataitok, változzon meg a munkátok, változzon meg a politikai rendszer, változzon meg a nem tudom én micsoda, az egészségügy, változzon meg a akármicsoda, mindenki más változzon, és majd, ha a körülmények megváltoznak, az majd engem is megváltoztat, és elmondom neked, hogy nem változtat meg. Amikor én megtértem, nagy változás lett az életemben. A körülményeimben semmi nem változott. Mégis nagy változást éltem át, mert én megváltoztam. A szívem változott meg. És tudjátok, mi változtatta meg a szívemet? Isten igéje, és Istennek a szeretete. Amen. És ezért mondja Jézus, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Istennek a szájából származik. Miért? Mert mi változtatja meg a szívedet? Nem a kenyér, hanem az Istennek a beszéde. És a kenyér, tudod, nem a kövekből lesz, nem úgy lesz, hogy körülvesznek a kövek, és te akkor azt mondod, Isten nevében váljatok kenyérré. Nem, hanem az Isten igéje jön a szívedbe, és a szívedben levő hit fogja a köveket majd kenyérré változtatni. Ez fordítva soha nem működött. Izrael fiai ott bentek a pusztába, így hullott nekik a manna. Isten azt mondja a Zsoltáros, az angyalok kenyerét adta nekik az Isten enni. Úgyhogy Isten, reggel jöttek az angyalok, és mondta, nincs műzli gyerekek, kell a népemnek. Hopp, odaadta az angyalok kenyerét Izrael fiainak. Na, és mentek, és ették a mannát, stb. Stb. És mégis azt olvasuk, hogy zúgolódtak. Ehitvány eledelt, utálja mi lelkünk. 40 éve mannát zabálunk, miért nincs hús? Hol a hús? És az Úr tényleg a sasszárnyakon és a tenyerén hordozta Izrael népét, de megtalálták a sajtballikat? Megtalálták. És nézzétek meg a pusztai vándorlás történetében, amikor a nép zúgolódott, de a szüksége jogos volt, mert nem volt mit inni, mert keserű volt a víz, mert nem volt mit enni, akkor sem volt helyes, hogy zúgolódtak, de Isten soha nem büntette meg őket, hanem mindig betöltötte a szükségeiket. De mikor be voltak töltve a szükségeik, akkor támadt egy másik nagy baj, hogy elkezdtek ok nélkül zúgolódni. Amikor volt mit enni, zúgolódtak. Miért ez? Angyali műzli, ögyem már! Miért nincs hús? Bezzeg Egyiptomban. Volt hús. Meg verés. Meg napi 16 óra munkaszünet nélkül. És azért nem mond nekem, hogy a világiak között jobb, meg milyen, meg ízé, meg menj vissza a világiak közé. Nem onnan jöttél ki? Én onnan jöttem ki, és tudom, hogy persze vannak bizonyos területek, amikor az ember képmutató keresztényekkel találkozik, és lefárasztják, akkor egy normális világi, aki legalább bűnös bunkó, de egyenes. Felüdítő. Tényleg. Nem kell kerülgetni a vallásos maszlagot. Ezt megtapsoljátok, szép volt. És elfogadom, oké, felüdítő, de nem jobb a világba. Ezt te is tudod. És hogyha becsap téged az ördög azzal, hogy jobb, akkor emlékezz meg róla, hogy rendben, lehet, hogy van párhagyma, meg van hús, húsos fazék, de verés is van, meg rabszolgahajcsárok is vannak, meg szünet nélküli mókuskerék is van, és teljes reménytelenség is van. Oké. Tehát, a változás hol kezdődik, nem kívül, hanem belül. Isten, amikor azt mondja, mindent újjáteszek, a változást hol kezdődik? Kezdi, azt mondja, új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek. Igaz? És majd eljön az új ég és az új föld is. De nem ez az első.
Nem úgy van, hogy gyerekek, megteremtettem az új eget és az új földet, és akkor hopp, beleteszlek benneteket. És tudjátok miért? Nem azért, amikor Mózes odaállt a kősziklára, és azt mondta, hogy gyere velünk, Uram, az a fontos nekünk, hogy gyere velünk, és a többi, akkor Isten azt mondta, hogy nem megyek, mert ha veletek megyek, rátok fogok rontani, és belehaltok abba, ha én veletek megyek. De a Mózes megdumálta az Istent, hogy mégis. Na jó, ott volt a sátor, olvassátok el, a Kóré lázadásakor, hullottak az emberek. Kezdődött a főpap két fiával, akik bementek, azt gondolták, hogy most ők szellemi áldozatot mutatnak be az Istennek, idegen tűzzel berongyoltak az Isten jelenlétébe, és ott haltak szörnyet. Velük kezdődött a baj. És folytatódott, mondom, Kóréval és csapatával, és rengeteg emberrel, akik azt hitték, hogy az, hogy Isten közöttük... És ugyanez van az új éggel és az új földdel. Az új égben és az új földben igazság lakozik. Ott nincs ennek a világnak a kovásza. Érted? És ha most Isten az új eget és az új földet létrehozta volna, akkor ez az új ég és az új föld úgy pöckölne neki bennünket, ahogy a kánaánitákat pöckölte ki a föld, és amiről Izrael fiainak megmondta az Isten, hogyha ugyanazt csináljátok, mint a kánaánitátok, ez a föld, ez ki fog okádni benneteket, mert ez az Isten földje. És hogy kiokádta a kánaánitákat, titeket is ki fog okádni. És amikor fogságba került a nép, akkor előtte elmondta Isten, hogy ez azért van, mert ugyanoda süllyedtetek, sőt rosszabbak vagytok, mint azok a népek, akik előtte ott laktak. Ez Isten földje volt. Isten országának a szimbóluma, az ígéret földje. És ez a föld nem tűrte meg a kánaánita szokásokat, hanem kivetette azokat, akik ilyen szokások szerint éltek. Mert a kánaániták gonoszak voltak. Mindenféle varázslást, mágiát űztek, a saját gyerekeiket elégették az ördögnek. És mérhetően az egész kultúrájuk, az egész vallásuk teljesen gonosz és ördögi dolog volt. Annyira, hogy Isten azt mondta, hogy ezzel semmit nem lehet csinálni, csak eltörölni, megsemmisíteni. És az új ég és az új föld is ilyen. És ezért figyelmeztet bennünket az írás, hogy persze, Isten téged alkalmassá tesz erre az eljövendő világra, de meg kell változnod. Át kell formálódnod. És itt jön a kovász kérdése. Ugyanis mikor Izrael fiainak Isten elrendelte az ünnepeket, akkor kétféle kovászról beszélt. A 3 Mózes 23-ban vannak leírva az ünnepek. És Izrael fiainak már volt 3 ünnepe akkor, amikor Isten szólt hozzájuk. A Páska bárányt már Egyiptomba le kellett vágni. És már Egyiptomba azt mondta nekik az Isten, hogy 7 napon keresztül ne találtassék kovászos a te házadban. Igaz? De utána azt mondta nekik az Úr, hogy amikor bementek az ígéret földjére majd, akkor még 2 ünnepet tartsatok meg. Az egyik az első kévének az ünnepe. Amikor elkezditek az aratást, az első kévét lengessétek meg az Úr előtt. És onnan szól, számoljatok 7x7 napot. És az 50-en legyen pünkösdnek a napja. És pünköskor befejeződik az aratás, és akkor hozzatok az új termésből kenyereket kovásszal. Pedig nem volt szabad kovászost áldozni. Mondjuk ezt sem égették el, mert az égő áldozatra vonatkozott a tilalom, de most a részletekben ne vesszünk el. Hogy kovászost? Azért, drága testvéreim, mert a húsvét arról szólt, hogy a mi páskabárányunk értünk megáldoztatott. És a régi kovászt, ami működtette az életünket, a bűnnek a kovászát el kell takarítani. A 7 a teljességnek a száma. És azt mondja, mi páskabárányunk értünk megáldoztatott, ezért ünnepeljünk a bűntelenség kovásztalanságával. El kell távolítsuk a régi kovászt az életünkből. Pünköskor viszont mi történik? Eljön az új kovász. És mi ez az új kovász, ami pünköskor megjelent? Istennek a szelleme. És szükségünk van egy új kovászra, kell, hogy valami átjárjon bennünket, kell, hogy valami átformáljon bennünket. Ezért vessük el a régi kovászt, és fogadjuk el az új kovászt. A régi kovász a bűn. A bűn miatt megromlott életünk. Az új kovász pedig Istennek a szelleme. És szükséged van arra, hogy Isten szellemével közösségbe élj. Mert a kovász csak akkor működik, ha a liszttel elkeverik. Ugye Jézus elmondta a példabeszédében, hogy az asszony eljön, és egy pici kovászt 3 mérce liszttel el tud keverni. Képzeljétek el, egy kicsiny kovász az egész tésztát képes megkereszteni. Igaz? Az arányok milyen? És ugyanezt mondja a mustármagról is, ugye a párjáról ennek a történetnek, hogy az a mag kicsinek és jelentéktelennek tűnik, a legkisebb. Ugye mi azt mondanánk, egy mág szem. De mégis a mágból is milyen szép növény lesz. Szép nagyra tud nőni. Olyan nagyra, hogy még a madarak is fészket raknak az ágain, és a mezei vadak is az árnyékába meg tudnak pihenni. Nem számít, hogy mit látsz a szemeddel, hogy milyen kicsi az a dolog, amit a szemeddel látsz, az számít, hogy mit tud abból létrejönni, és mit tud abból kinőni. 120 tanítvánnyal a názareti Jézus Krisztus megdöntötte a római birodalmat.
átformálta a világot. A 12-vel meg a 120-szal. Kicsiny kovász. És szükséged van erre a kovászra. Mert a tészta az úgy önmagában nem működik. Valamit bele kell keverni. Valamit kell keverni, kavarni. De Isten arra hív téged, hogy ne a bűn kovászával, ne úgy tápláld a testet, mondja az írás, hogy abba a kívánságok ébredjenek. Ugye a Róma 12 végén olvasunk erről, ha jól emlékszem. Mit jelent ez? Hogy igen, a testednek szüksége van dolgokra, de foglalkozhatsz a testeddel oly módon is, hogy abba azok a bűn kívánságát gerjesszék fel. És foglalkozhatsz a testeddel oly módon is, hogy az áldás legyen a számodra. Isten a testet soha nem gyűlölte. Itt a testvérek engem félreértettek, mikor cikiztem a diétát, meg az összeesküvés elméleteket, de elmondom, mi ezzel a bajom, meg mi ezzel a problémám. Semmi problémám nincs, hogyha valaki diétázik. Egy diétás igét olvashatok nektek? Na, akkor lapozzunk az első Timóteus levélhez. Ott van a diétás ige. Tehát önmagában nem a diétával van nekem bajom, mindenki úgy diétázik, ahogy akar nekem, ez nem probléma. Hanem tudjátok, mivel van a bajom? Azzal, amikor ez ilyen vallásos révületté válik. És most őszintén, most mit akarsz a diétáddal? Meg akarod a testedet menteni? Mert az, hogyha úgy gondozod a testet, ahogy az illik hozzá, az jó. Az normális dolog. Ha az autódat gondozod, meg mit tudom én, azzal nincs semmi baj. Van, aki kisuvickolja, fényesíti, de te is ismersz olyan autóbolondot, aki éjjel-nappal az autóját szereli, csiszolja, suvickolja, spoilerezi, mindent csinál vele, és látod, hogy ez már ostobaság, hát ez már messze túl van azon, ami normális és egészséges. És ugyanez van a testnek a gondozásával. A testet gondozni jó, de ebből vallást csinálni rossz. A lélek pedig, ugye a szellem, a Szent Szellem pedig világosan mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől. Mert megtévesztő szellemekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol. Most akkor én megérdemlek egy dicséretet, mert ezt fogom nektek tanítani. És Krisztus Jézusnak jó hű szolgája leszek. Táplálkozás, tudományt akarsz? Táplálkozz az Isten igaz beszédeivel. És hagyd a vénasszonyos meséket a diétákról, meg a mentemondákról. A paleó diéta az abból indul ki, hogy ősemberek voltunk valaha, és akkor ősember módjára kell mócsingos húsokat zabálnunk. De a paleó diéta elfelejti, az ősemberek korán haltak, mint a mosónők. Nem úgy volt ám az, hogy sokáig éltek, matuzsálemi kort megéltek, nem. És az összes többi. Tehát mi ebből a baj? Az, hogy az utolsó időkről Jézusnak az első dolog, amit elmond, és amit kétszer megemlít, hogy nagyon nagy lesz a hitetés. És azt olvassuk a Tesszalonika levélben is, hogy az emberek elfordulnak a hittől, apostaták lesznek. És itt is azt olvassuk, hogy elhagyják a hitet. Milyen hitet hagynak el? A Krisztus Jézusból vetett egészséges hitet cserélik fel babonákra, hiedelmekre, félelmekre. És tele vagyunk babonákkal, hiedelmekkel és félelmekkel. És az evés körül is ez engem nem az zavar, hogy te egészségesen akarsz élni, félreértés ne legyen. Rám is rám férne, hogy egészségesebben éljek. Nem? Nem erről van szó, hanem miről van szó? Arról, amikor ebből hamis vallás lesz. És elmegyek az én testvéremhez, és akkor azt mondom, hogy én két cukorral iszom a kávét, akkor azt mondom, cukor? Hát az a fő ellenség. És akkor elmondja, hogy mit olvasott, és akkor én megyek össze, és utána egy hétig úgy jártam, hogy ránéztem a cukorra, úristen, hát ez olyan, mint a patkány méreg. És aztán rájöttem, hogy megfertőzte a lelkiismeretemet a cukorral kapcsolatban. Én nem mondom, hogy zabálj cukrot, marokszám. Érted?
És akkor ugyanez van minden más kajával szemben. Ez se szabad, az sem a bulvár sajtóban, ugye ma már tudomány is bulvárosodik, minden bulvárosodik, bulvár sajtóban leírják, hogy ez, meg az, meg amaz, meg emet, ez se szabad, az se szabad. És tudjátok, mit mond a Biblia erről? Ez démonok tanítása, emberek. Hello! Ne démonoknak akar hinni, hanem Istennek. Kövesd a nagy dietetikus, békefi professzor tanácsát, aki azt mondta, hogy ami jól esik, az egészséges. Háladással, örömmel, egyed a te kenyeredet. És ne hidd, hogy a hamis vallás által majd elkerülöd a betegségeket, meg majd meghosszabbodik az életed, meg nem tudom én micsoda, mert tudomásul kell venned, hogy ez a test miként a fű virága, ez van. És ha minden figyelmedet és energiádat a tested megmentésére, meg arra akarod fordítani, hogy pár jó évet még lopjál az ördögtől a tested számára, akkor eltéveszted a célt. És mondom, éljél egészségesen, nem ez a bajom, mert bőven ránk fér, hogy egészségesebben éljünk, nem erről van szó. De arról szó van, amikor ez mondom, ilyen vallásos izé lesz, és lehet látni, hogy az én testvérem meg tudna folytani egy kanál vízben, mert én nem rukkola salátát eszek ebédre. Meg azt mondom neki, hogy nem vagyok kanári, és ezért nem eszek ilyen magvakat. De te ehetsz magvakat, nekem nem probléma, csak vallást ne csinálj belőle. Oké? És ne akard megfertőzni az emberek lelkiismeretét. És ne hagyd, hogy a tiédet megfertőzzék ezzel a dolggal kapcsolatban, mert ezeket Isten mind arra teremtette, hogy hálaadással élvezzük, miként írva van, hogy még vénkorban is kövérek lesznek és zöldek. Nem, ez csak egy károlizmus. Azt mondja, hogy búrjánzzanak, hogy a kövérek lesznek, tehát olyanok lesznek, mint a pálmafa az Isten kertjében, amelyik búrjánzik még vénkorban is, duzzad az élet erőtől, nem a testérfogatról van itten szó. Na, oké. Tehát aki zabál, meg két marékkal leszi a cukrot, meg a nem tudom én micsodát, annak az az üzenet, hogy ügyeljen a testére, mert az Isten ajándéka a tested. De akik meg tele vagytok mindenféle ilyen félelmekkel, meg babonákkal, hogy ezt megeszem, akkor rákos leszek, azt megeszem, akkor mit tudom én, luttalpam lesz, ezt megeszem, azt megeszem, akkor mi lesz, ja Istenem, mi lesz, neked azt üzenem, hogy megvan fertőzve a lelkiismereted démonok tanításától, és hittel egyél, mert ami hitből nincs bűn, az. Amen? Na jó. Összeesküvés elmélet. Olyan összeesküvés elméletből hiszel, amilyenbe akarsz. Ufóktól kezdve lefelé föl, ahogy jól esik. De amikor azt látom, hogy ez nálad már a vallásos révület tárgya, akkor tudd meg, hogy ez egy hamis vallásos hit. Egy hamis vallásnak vagy te a szenvedő alanya. És ráadásul nézd meg, az utolsó időkben tudjátok jól, hogy amin le lehet mérni az erkölcsi és a szellemi romlást, az az antiszemitizmus. Amikor nő az antiszemitizmus, ez azt jelenti, hogy a társadalomban eluralkodnak ördögi folyamatok, és minden más területen is baj lesz. Miért? Mert az ördög utálja a zsidókat. Összeesküvés elmélet. Fogadd el az enyémet. Tehát ha nyitott vagy ezekre a kérdésekre, mondok egyet neked. Az összeesküvés elméletek többnyire az igazi összeesküvést hivatottak elleplezni. Mondok példát. Adolf Hitler össze volt esküdve a világgal ellen? Le akarta igázni a világot? Arra vágyott, hogy mindent megszerezzen és a hatalma alá hajtson? És ezt nyilvánosan képviselte, vagy titkosan? Titkosan képviselte. De miről papolt az embereknek? A zsidó világ összeesküvésről. Így van. És a zsidók voltak összeesküdve Adolf Hitler ellen, vagy Adolf Hitler volt összeesküdve a zsidók ellen? Hello! Mondok közelmúltból. Tudjátok, én az NDK-ba érettségiztem, és ott azért rendesen ilyen félsztálinista diktatúra működött még azokban az időkben, és mindig meg kellett menni, minden hónapban volt nekünk vérkunde, ami azt jelentette, hogy védelmi gyakorlat, védelmi ismeret. És akkor kötelet másztunk, meg nem tudom én micsoda, és mindig volt kis szónoklat is hozzá, igehirdetés, ami arról szólt, hogy mi vagyunk a béketábor. És mi vagyunk a béke letéteményesei, mert a gazimperialisták ott fenekednek a vasfüggöny túloldalán, és ránk van vágyódásuk. És mi volt a helyzet? Pont az ellenkezője.
Pont az ellenkező. De elmondták, hogy a karvajtőke, meg a finansztőke, meg a mit tudom én minek az uszája, meg a fegyvergyárak érdeke, hogy háború legyen, és ezért ők kirobbantják a háborukat, meg a nem tudom én micsodákat. Pedig ki akarta a Szuronyok hegyén elvinni a nagy szocialista forradalmat az éhező, szenvedő proletáriátusnak szerte a világon? Sztálin elvtárs. Ki volt összeesküdve? Sztálin elvtárs. Ki volt a béke fő ellensége? Mi, a béketábor. Mi voltunk a legnagyobb veszély a békére. Van itt valaki? Figyeljetek ide. Ez az összeesküvés. Most figyelj, a szemed előtt két összeesküvés zajlik, ami tényszerűen tetten érhető. Vladimir Putyin keze benn van Ukrajnába, igaz? Azt látjuk, hogy ezek az ukrajnai felkelők, ezek olyan gyanúsan jól felszerelt emberek. És azt is tudjuk, hogy a spontán tüntetések azok inkább olyanok, mint amit a Majdan téren láttunk, és kevésbé olyanok, amikor ilyen szofisztikált fegyverekkel, meg állik felfegyverze páncélosokkal lázadnak az emberek az hatalom ellen. És jó, itt is nagy kacsvaz van, mert az oroszoknak igazuk van abban, hogy az ukrán nacionalistákból nem kérnek, az ukránoknak igazuk van abban, hogy Putyin azért szemétkedik, nem tudunk ebbe igazságot tenni, keveset is tudunk róla, nem is a tisztünk, hogy igazságot tegyünk. De van összeesküvés, vagy nincs? Putyin összeesküdött? És mit gondoltok, azok a jobboldali mozgalmak, akik most hangosan Oroszország mellé áll, mit gondoltok, a Jobbik Magyarországon miért áll annyira Oroszország, mert miért kell neki annyira egy paksi erő, miért szereti annyira Putyint? Mert onnan kap pénzt. Gyerekek, ne legyünk már naívak. Az euroszkeptikus mozgalmak nagy részét két állam pénzeli, Oroszország és Irán. Azért onnan szkeptikusok, mert Irán ellen szankciók vannak, és neki érdeke, hogy az Európai Unió gyenge legyen. Oroszország pedig nem szeretné, hogy Ukrajna NATO tag legyen. Ebbe igaza is van, én se szeretném az ő helyébe. Nem is ez az érdekes, hanem azért csinálja ezt az egész hajcélyt. Csak tudjátok, mi a baj ebben? Hogy míg a birodalmak torzsalkodnak, fenekednek, és ilyen propaganda hadjáratot indítanak az emberek ellen, ott halnak meg emberek. Szíriában nem lehet békét csinálni, mert az oroszok meg az irániak a mostani hatalmat támogatják, mert azok síiták. Az ellenfélt meg ellepte az alkaidás szunita gyilokcsapat. Az amerikaiak ezt is pénzelték, meg azt is mindig azt pénzelik, akit éppen az érdekeik kívánnak. De most nem erről van szó. Nem az a lényeg, hogy igazságot akarok osztani, csak arra szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy miközben itt mondják nekünk, hogy a pénzügyi háttérhatalom, meg nem leszünk gyarmat, meg nem tudom, hogy micsoda, és te elhiszed ezeket az összeesküvés elméleket, a szemed előtt zajlik egy összeesküvés. És azok hirdetik ezeket a dolgokat, meg hintik ezeket a dolgokat, akik éppen el akarják leplezni a saját összeesküvésüket. Orbán Viktor kiküldte a 12 kémet a Wall Street környékére, hogy derítenék fel, hogy mi ez a pénzügyi háttérhatalom. Mert ugye mégiscsak jó lenne pontosan tudni, hogy ki a fene az, aki gyarmattá akar tenni bennünket, mert svájci gyarmat lehet, hogy lennénk. Van valami titokzatos pénzügyi háttérhatalom, aki húzigálja a szálakat. Na, visszajött a 12 kém, beszámoltak, megtaláltátok, megtaláltuk. Ki az ellenség? Mi vagyunk. Higgyétek el, nem kell, hogy leigázzon bennünket senki. Mi simán tönkre teszünk bármit. Nincs szükség külön összeesküvésre miatt. És igen, van globalizáció, és igen, a tőke érdekei, meg a nem tudom én micsoda, de az a maszlag, amit szerte hintenek, az hidd el, hogy nem igaz. Az, tudod, az mire jó? Az valójában egy burkolt antiszemitizmus. Mert mindig a Rockefellerek kerülnek elő. És tudjátok, mi a baj a Rockefellerekkel? Nem az a baj, hogy gazdagok, hanem az a zsidók. Na és akkor kérdezem én, mi van a szaudi milliómosokkal, akik az olaj pénzeken ülnek? Vagy a japán bankárokra? Miért nem haragszik senki? Ott nincs pénz. Az orosz oligarchák és az összes többi? Na, tehát azért mondom, hogy olyan összeesküvés elméletben hiszel, amilyenbe akarsz, nekem nem probléma. De ha ez benned egy vallásos meggyőződés, akkor figyelj oda. Tudod, miért figyelj oda? Mert vallásos meggyőződés szellem hoz létre. És ezt a fajta vallásos meggyőződést az Antikrisztus szelleme hozza benned létre. Nem tudsz te semmit a Rockefellerektől, én sem.
De ezek középkori legendák, amik fel vannak melegítve újból és újból. Szegény szabadkőművesek is mindig a célkeresztbe kerülnek, mert az volt a bűnük, hogy pénzt kölcsönöztek a királyoknak a hadakozásra, és akkor utána ezeket a templomosokat mind kinyírták, mert nem akarták visszaadni a pénzt. És azóta, a középkor óta állandóan ők kerülnek a célkeresztbe, pedig hát az egész szabadkőművesség, jó, van abban okulták, meg mindenféle, abból indult el, hogy ezek katedrálisokat építettek, és a katedrálisok mindig szimbolikusak voltak, hogy hány hajó van benne, meg hány ív van benne, meg nem tudom én micsoda, stb. És oké, biztos vannak titkos társaságok, meg biztos vannak ilyen nem tudom én micsodák, meg ez és a, de az egész úgy, ahogy van egy legenda. És amikor te ez ilyen vallásos hittel te ebbe belekapaszkodsz, akkor ezzel tudod, mi a probléma? Nem az a probléma, hogy neked ilyen politikai nézeteid vannak, vagy nem tudom, micsoda. Hát így szemléled a világ, így szemléled, nem probléma. Hanem az a probléma benne, hogy mi hozza létre benned ezt a hitet. És miért akarsz te ezekben a dolgokban ilyen makacsul hinni? Én arra hívlak téged, hogy ne az internetet böngész ezek után, a hülyeségek után, mert mindig lesz egy híres professzor, aki kiáll, és úgy összerakja, annyi tény van a világban, úgy össze lehet rakni a tényeket, hogy még azt is elhiszed saját magadról, hogy te vagy az Antikrisztus. Be tudom rólad bizonyítani újságcikkekből. Meg az életrajzodat leszedem az internetről, összevágom úgy, hogy a végén kiderül, hogy te vagy az Antikrisztus. Hát manipulálni minden hülye tud. Még én is. Hanem tudod mit, és mondom, ez a problémám ezzel, hogy ugye a Biblia világosan mondja, hogy az Antikrisztus szelleme már a világban van. És ezeket a hiteket ez a szellem működése hozza létre. És ha te több időt töltesz el az ilyen esetesküvés elméletek tanulmányozásával, mint Ézsaiásnak, meg Jeremiásnak, meg Máténak, meg Pál apostolnak a tanulmányozásával, akkor tudd meg, hogy nem Isten szelleme működteti benned ezeket a dolgokat. Lehet, hogy nagy felismerésekre jut, ó, ezért van minden, meg rájöttél ezekre a dolgokra, meg nem tudom, hogy micsoda, de nyisd ki a Bibliádat, és abból tanuld meg, hogy mi az összeesküvés, és mi nem. Miként az Úr mondá, hogy te, mondja Ézsaiásnak, ne mondd összeesküvésnek, amit a Jeremiásnak, hogy te ne mondd összeesküvésnek, amit ez a nép összeesküvésnek, mond. Mert a nép mit mondott összeesküvésnek? Jeremiást mondta összeesküvésnek. Jeremiás összeesküdött a babiloniakkal, azért mondja nekünk, hogy tegyük le a fegyvert, hogy ne álljunk ellen, babiloni kém. És persze, a látszatot így is lehet forgatni. Lehetett volna Jeremiás babiloni kém? Simán lehetett volna. De nem volt az. Hanem az igazságnak a szószólója volt, aki többször elhatározta, hogy ő többet erről nem beszél. Nem akar már utálatos lenni az emberek előtt. Ezek annyira szeretik a világösszeesküvéseket, meg ezeket az elméleteket, annyira el vannak telve velük. Ezért, mert az ember ilyen szeretné magát becsapni. Tudjátok, a hitek és a hiedelmek miért terjednek ilyen óriási sebességgel az emberek között? Most figyelj ide, nincs olyan baromság, ami az emberek ne hinnének. Bekapcsolod a tévét, és küldi neked a pénzenergiát a csávó. És gondolod, hogy kifizetnék a drága műsoridőt, hogyha ez ennél nem lenne fizetőképes keretlet? Én azt gondolom, hogy nem. Valahol bejön nekik. És figyelj ide, nem az evangélium hirdetői vannak a televízióban. De az emberek úgy gondolják, hogy az nem ér semmit, vagy nem sokat. És azt is elmondom neked, hogy miért olyan népszerű ez. Mert a mágiához nem kell megváltozni. Elvesztetted szerelmedet. Na, ügy, elmész a mágushoz, megcsinálja a szerelmi kötést, és akkor hirtelen a szerelmed rád ébred, hogy visszajön te hozzád, és akkor mindig csak el kell menned a mágushoz, bedobni a malacperseibe a megfelelő összeget, és teljesen mindet, hogy te szereted őt, vagy nem, hogy jó nektek együtt, vagy az az ember mit tud, mit nem tud, senkit nem érdekel, mi érdekli a mágust egyedül, A, befizetted a csekket, B, hogy megcsinálja, kimondja a varázsigét, a hókuszpókuszt, a csiribuszt, a nem tudom én micsodát, és ennek mi lesz az eredménye? Az, hogy a csávó nem hagy el téged. Na de. Az igazi szerelem nem arról szól, hogy két szabad ember önként és szabad akaratából tart ki a másik mellett. Nem az adja meg a szeretetnek az igazi értékét, hogy nem manipuláció, meg varázslás, meg mit tudom én milyen dolog, mert, hogy csak azért tart ki mellettem a férjem, mert lefekszem vele, vagy gyereket, vagy a szeretőm, ugye, mert sokan élnek így, hogy hú, nem fekszem le a fiúval, akkor el fog hagyni.
Hát figyelj, de jobban jársz, hogy most hagy el, mint ha két gyerekkel hagy el. Mert ha ez köti hozzád, akkor bajban vagy. És ha már a diétánál tartunk, a világ kinevetne engem ezért, lehet ti is kinevettek, de azért elmondom. Ha amiatt aggódtok, hogy valóban sok baj van a testünkkel, meg sok betegség gyötri az embereket, hát akkor hallgassátok meg Pál apostolt, aki azt mondja, hogy minden vétek a testen kívül van, de a paráznaság, aki paráználkodik, a tulajdon teste ellen vétkezik. Egy parázna világban élünk. Az emberek nem törődnek azzal, hogy Isten mit mond a testükről. Még hívők sem törődnek nagyon azzal, hogy Isten mit mond a testükről. De Isten azt mondja a testünkről, hogy Jézus Krisztus teste azért szenvedett sebeket, mert ő gondoskodott, amit te olvasd el, 1 Korintus 6. Nem a magunkéi vagyunk. Az eledelek a hasnak rendeltettek, és a has az eledeleknek rendeltettek. De a test nem a paráznaságra van rendelve, hanem az Úrnak van rendelve, ahogy az Úr a testnek. Jézus Krisztus gondoskodott a testünkről. Ezt a mostani földi testünket is ápolja, gondozza és meggyógyítja. És ad nekünk egy mennyei, egy romolhatatlan testet, amely képes az új égben és az új földre, hogy abban éljen, kompatibilis az új éggel és az új földdel. De ha te kényedre, kedvedre bánsz a testeddel, akkor ez azt jelenti, hogy téged nem érdekel, hogy Jézus mit tett a testedért. De ha te tudod, hogy Jézus mit tett a testedért, akkor tudod, hogy a tested micsoda, hogy a tested a Szentlélek temploma. Tudod, hogy a tested nem a paráznaságra rendeltetett, hanem arra rendeltetett, hogy az Urat szolgáld vele. És szolgáld vele az Urat, fiatalok. Szolgáljátok az Urat a testetekkel. És akkor nem lesz szükségetek kétségbe esett diédákra, meg nem tudom én mikre. Mert az ilyen csontsovány emberek, meg a nem tudom, nem mondjátok nekem, hogy nem démonok tanítását követik. Ami a test, ami gyötrés, aszketizmus, nem tudom micsoda, az nem Istentől van. Az ördög akar gyötörni embereket, meg az ördög gyötri az emberek testét. Nézzétek meg, egy közös pont, ugye mindig ez a rejtély, hogy honnan tudták az igében, hogy kiben van démon. Egy közös pontot mindig találsz, a gyötrést. Vagy így, vagy úgy. Vagy a lelkét, vagy az elméjét, vagy a testét, de gyötörte a démon. Na jó. Kovász. Az első számú bűn. Jézus azt mondta, nem akarok már lapozgatni, mert a végére akarok érni. Mi az első számú bűn? Azt mondta Jézus a tanítványainak, miután a 4000-eket megvendégelte, hogy mindenek előtt, mondd velem, mindenek előtt. A mindenek előtt azt jelenti, hogy az összes többi előtt. Minden más előtt. Ez a legelső. Mindenek előtt. Őrizkedjetek a farizeusok kovászától. Ami a képmutatás. Tehát mi az első számú bűn? Képzeld el, nem a házasságtörés, nem a gyilkosság, ezek is súlyos bűnök, és ne csináld. Nem azért mondom, hanem az első számú és legrosszabb bűn a képmutatás. És miért olyan kegyetlen, gonosz bűn a képmutatás? Mert leszögeztük, hogy a változásnak hol kell elkezdődnie? A te szívedben. És a képmutatás, tudod, miben akadályoz meg téged? Hogy valami a szívedig el tudjon jutni. Mert a képmutatás önigazultá tesz téged. Lám, nem vagyok olyan, mint az a vámszedő. És ott állsz Isten jelenlétében, és a vámszedő szívét az Isten megtisztítja, a te szíved meg kemény és gőgös marad. És az egyik megigazultan megy el, a másik pedig úgy megy el, a no változás. A képmutatás elhiteti veled, hogy veled minden rendben van. Mindig csak másokkal van a baj. A képmutatás elzárja a szívedet. Attól, hogy meghalld Istennek a szavát, Istennek a beszédét. Jaj, hát itt fekszik szegény vérbefagyva, de hát én pap vagyok. Nekem fontos szent szolgálatom van. Nem tehetem magam tisztátalanná, mert akkor mi lesz, az emberek ott várják a templomba, hogy bemutassam a szent illat áldozatot és a többi dolgot. Hát nem fogok foglalkozni vele, majd ez más dolga. Elzárja a szívet a képmutatás. Istentől is, önmagadtól is, az embertársattól is, mert el szoktam mindig mondani, hogy azért olyan nehéz a képmutató emberekkel, mert nem tudsz vele kapcsolatba kerülni, közösségbe kerülni, mert a szerep elrejti az embert. És egy szereppel nem tudsz kapcsolatba lenni, csak az emberrel tudsz kapcsolatba lenni.
És kénytelenek vagyunk szerepeket játszani akkor, hogyha a képmutatás elterjed, mint egy kovász. Mert te is képmutató vagy, meg te is, és arra kényszerítesz, hogy én is képmutató legyek. Mert nem tárhatom ki a szívemet. Mert megszólsz, beletaposol, kiközösítesz, mert csak az olyan tűröd meg, amilyen te vagy. A képmutatás elszakít téged a valóságtól, és bevisz téged egy illuzórikus világba, a lájkoknak a virtuális világába. Ránézel, hú, mennyi lájk van, ó, akkor minden rendben van. És nincs minden rendben. Semmi sincs rendben. Mert a virtuális valóság az nem valóság. A virtuális közösség az nem közösség. Közösség emberek közt tud létrejönni. És amikor megvan ez a közösség, akkor minden jó. Akkor minden klassz, akkor minden értékes. És lehet úgy foci meccset nézni, hogy beülsz, szeretem a brazilokat, hogy játszanak, mert most nagyon gyengék. Beülök, megveszem a hajlított Samsung képernyőt, hogy körbefogjon az élmény. 4K felbontással, balról a ropi, jobbról a sör, vagy fordítva. Beülök a kényelmes fotelomba, és akkor mindent megadom, és nézek. És tudod, lehet, hogy elmész a kiskocsmába, vagy a nem tudom én hova, egy ramagy kivetítőn, nézed a meccset a barátaiddal, a haverjaiddal, és közben nagyon jól érzitek magatokat egymással. És nem igazán a hajlított képernyőtől lesz a dolog jó, hanem a másik embertől. A barátodtól, a testvérettől, a poénoktól, amiket nyomunk közbe. És ez az élet minden területén így van. És a képmutatás elzár téged a testvérettől. A képmutatás elzár téged a barátodtól. És mi volt a farizeusok kovásza? Ők tanították az igét. Beszéltek, fejtegették az igét az embereknek. A Mózes katedrájáról hirdették a vallásos nagy igazságokat. De ezek a tanítások mind mit szóltak, miről szóltak? A képmutató embereket termeltek ki futószallagon. És nem szóltak a valóságról, mert ők maguk se ismerték a valóságot. Vagy ha ismerték valaha, az már rég el volt temetve a képmutatás alá. Saul tudta, hogy mi az, hogy Szentlélek. De a kormányzásának a másik felében már csak a látszat volt számára fontos. Az igazság már nem. Csak a látszat. És ezt műveli velünk a képmutatás. Mi tehát az első számú bűn? És a kovász erről szól, hogy bejön a szívedbe, és a szívedben elkezd működni. És átformálja a bensődet. És ez, ahogy átformál téged, az átformálja a környezetedet. És van jó kovász. Isten szellemének a kovásza, az igazságnak a kovásza, amire szükséged van. És van rossz kovász, a bűnnek a kovásza. És a bűn kovásza közül a legrosszabb a képmutatás. Hidd el. És mindannyian tudjuk, hogy olyan vallásos csömört és gyomorrontást lehet kapni a vallásos képmutatástól, hogy az embernek mindentől elmegy a kedve. Egy-egy ilyen karácsony meg húsvét után, amikor jönnek az emberek, és akkor ott ájatatoskodnak, és az egész egy hazug képmutatás, semmi más. És az ember bekapcsol, én is úgy vagyok, bekapcsolom, és egy percben ki kell kapcsoljam. Mert egyszerűen úgy érzem, hogy hánynom kell. És nagyon veszélyes, mert bele tudunk süllyedni ezekbe a dolgokba. Isten viszont azt akarja, hogy a szíveinket képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre megtisztítván egymást tiszta szívből és buzgón szeressük. Meg kell tisztítani a szívünket? Igen. És a pusztai vándorlásban is ez volt, hogy igen, egy zúgolódó rabszolga nép a szükségekkel, amikor szembe találkozott, akkor mindig nyafogott, nyávogott, hálátlan volt, a vezetőit vádolta, stb. Stb. De amikor jogos volt a szükség, Isten mindig adott erre választ. De miután a szükségeik be voltak töltve, és volt víz, és volt kenyér, volt izé, tovább nyafogtak és zúgolódtak, és Isten akkor viszont elfenekelte őket nem kicsit. Miért? Mert azt már nekik kellett volna legyőzni. Azt már nekik kellett volna megtisztítani. Nekik kellett volna észrevenni, hogy álproblémák ellen hadakoznak. Nekik kellett volna észrevenni azt, hogy nem ez a legnagyobb baj, nem ez a legnagyobb gond, hanem ez csak mesterségesen van felturbózva a szájukkal, a rágalmaikkal, azzal, hogy ki a nagyobb, azzal, hogy ki tud okosabbat mondani, aki ki tud előállni a nagyobb összeesküvés elmélettel, hogy ki lát át a szitán jobban, ki a tájékozottabb, ki tud olyat mondani, amire a többiek azt mondják, na hát. És ezekkel a kamukkal kell leszámolni ahhoz, hogy az ember szíve újra meg tudjon tisztulni. És ugyanígy,
el lehet járni gyülekezetekbe, egész felekezetek vannak a farizeus kovászától megkelve, akikkel elhitetik, hogy velük minden rendben van, ők a nagyszerűek, ők a kiválóak, és semmi közük nincs Istenhez. Hogy a vízben is van, hogy a lelkész felér a mennyek kapujába, és ott várja őt a kapuőrző, és megkérdezi tőle, hogy ismered a názareti Jézus, hát hogy ne ismerném, hát lelkész vagyok. Jön a következő, a prédikátor, az is megkérdezik, ismered-e a názareti Jézus, hogy ne ismerném, hát róla prédikáltam, stb. És jön az egyszerű kis buszsofőr, zöldséges bácsi, megkérdezik, na, te ismered-e a názareti Jézus, mire azt mondja, hát hogy ne ismernélek, Uram? Ismeret és ismeret között is van különbség. És nem mindegy, hogy hogyan ismered Jézust. Hogy ő neked egy szakdolgozati munka, alanya, vagy pedig valóságos, személyes ismerősöd. És az igazi kovász az, amikor te valóságosan és személyesen vagy vele közösségbe. És honnan fogom tudni azt, hogy megértetted az üzenetemet? Megmondom neked. Ha hazamész, és éhezni fogod az igét. Azt a kovászt, ami az igazi kovász. Ha éhezni fogod az Isten közelségét. Ha keresed Istennel az élő és valóságos kapcsolatot. Ha nem úgy vagy vele, hogy hát beugrok a gyülekezetbe, érkezem 11 órára, mert addigra úgy vége van a dicséretnek, meghallgatom, hogy mi a hirdetés, meg az üzenet, meg találkozok néhány haverommal, és ki van pipálva, az Isten dolgát letudtam. Jaj, de csönd lett. Azt hittem, most fogtok tapsolni. Jól van, szeretnék imádkozni. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy álljunk föl. Én magamnak is prédikálok, mindig mondjuk, hogy nem benneteket akarunk vágni. Én ösztönözni szeretnélek benneteket, hogy nyár van, meg vége az iskolának, meg foci VB van, meg minden efféle, de higgyétek el, hogy az Isten országa nem menj nyugdíjba. Az Isten országa most is itt van, és amire neked szükséged van, karnyújtásnyira van tőled. Ott van az orrod előtt. Bármi legyen is a szükséged. Szabadulás, gyógyulás, anyagi áldás, magánnyal van problémád, bármi dolog van, ott van az orrod előtt a megoldás. Csak észre kell venned. És ahhoz, hogy észre tud venni, a hiába való vallásos dolgokat meg abba kell hagyni.